Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, ezen a mai estén. A téma, amivel foglalkozni szeretnék, a tinédzserkorban kialakuló leszbikusság lesz. Köszöntöm a stúdióban Nagy Marian pszichológus, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Egy érdekes kérdést teszek fel neked, ami szerintem sok mindenkit foglalkoztat, hogy a másság elfogadása miatt, vagy egyszerűen csak divatból szaporodott meg a leszbikus tinédzserek száma. Mi erről a véleményed? Először is én is köszöntelek, és köszöntöm a nézőket is. Hát, ami ezzel kapcsolatban hozható az, hogy ez a homoszexualitás az azért végig kíséri az egész történelmet. Ugye ezt sokszor mondani szokták, hogy már a görögök is, tehát már onnantól kezdve megvannak a feljegyzéseink. De ami igazán érdekes társadalmi folyamat, az igazából a 20. században kezdődött el igazán, amikor az emancipációval, a szüffrazsettek mozgalmával elindult a nők egyenjogúságának a kialakulása. Az egész társadalomnak éppen ezért egy teljesen új szerepkört kellett kialakítania. A nőknek is ez egy teljesen új identitást jelentett, hogy már nem csak a család, a háztartás, a háztartási munka, a gyerek. Főleg a háború után, nem? Így van. Illetve a század előn, tehát az első világháború előtt voltak ezek a nagyon híres mozgalmak, amikor a nagy transzparensekkel felvonulásokon is, meg mindenhol hirdették, ugye? Hirdették ezeket. És utána ez szépen folyamatosan alakult, és a második világháború után az 50-es, 60-as évek volt az, amikor egyrészt Amerikában is ez így elkezdett egyre jobban kitárulkozni és fokozódni, és utána ez Európára is átterjedt. Amikor már a nők talán egy kicsit úgy önmagukra találtak, elmertek gyárakba, el kellett mondjuk dolgozni, ők is pénzt így kerestek, kialakult a saját. És ez egy egészen új szerepkör, ezt fel kellett dolgozni, és ez megjelent a nőiségben, egy új szerepet kapott. És ezt a társadalomnak is ugyanúgy fel kellett dolgoznia. Meg kellett ezzel valahogy tisztába kellett jönnie, mint a társadalomnak, mint eszmének. De azzal, hogy a nőket befogadja. De nem volt annyira elfogadott a másság, mint most. Igen, erről van szó, hogy ez ennek a folyamatnak a továbbitele, hogy a nőknek a bekerülése a munkakörben, hogy ők is már kereső emberek lettek, egy nyitottságot követelt meg a társadalmi folyamatokban is. És ez a nyitottság, ez a liberalizmus, ami megjelent, ez a társadalmi normákat, ezt mind tágítja. És ennek, ami most keresztül megyünk, ami végülis most elértünk a század vég, és most az új századnak a kezdetein is, hogy a másságnak az elfogadása az megjelenik, mert a liberalizmus az nem szól másról igazából, mint hogy a saját egyéni döntésszabadság az megvan, az emberi jogok méltóságának a tiszteletben tartása maximálisan, és hogy az egyén dönt a saját maga sorsáról, és azt, hogy ő mit szeretne tenni. És éppen ezért a homoszexualitás, mint olyan, megjelenik egyre inkább, mert felvállalják ezt. Mert eddig is volt, csak mondjuk nem merték felvállalni, igen. És most jobban felvállalják. Mert nem volt meg a kerete a társadalomban. Mert elfogadjuk a másságot? Mert úgy el kell fogadni, ez a kell, ez időzőjelbe van téve, mert hogy ez az ő döntése. Mit tudunk tenni ellene, mert a szabadságjoga ezt megengedi, hogy ő azt tegye, hogy egy saját neméhez vonzódik. Hogy egy másik férfit szeressen, vagy egy másik nőt szeressen. Én készültem egy bejátszásra rögtön az elején, ezt a bejátszást megnézzük, és utána szeretném, hogyha erről egy kicsit bővebben beszélnénk, akkor lássuk a bejátszást. Hány éves voltál, amikor rájöttél arra, hogy inkább a nők felé vonzódsz? Hát körülbelül olyan 14-15 éves koromban kezdődött ez az egész. Ez olyan, az úgymond téni korszak. Hát igazság szerint edzőtáborban voltam lent, és ott volt egy nagyon aranyos, nagyon rendes lány, aki nem tudtam, hogy aki iránt vonzódom, vagy szeretem, vagy bármit, tehát ezt így nem tudtam fölfogni, csak úgy éreztem, és úgy gondoltam, hogy ő hozzám nagyon közel áll. Aztán egy idő után, mikor már kezdtem fölnőni, volt majdnem két éves fiúval egy kapcsolatom, két éve tartó kapcsolat. Aztán ez így tönkrement sajnos. Sajnos jó beállítottságú volt, mint egy nő. Tehát nem volt meleg, vagy bármi, csak nagyon női kép viselkedett, hogy 10-10, stb. Aztán közben volt egy tanárom is, aki nekem nagyon szimpatikus volt szintén. Őnála már éreztem azt, hogy ott már nem igazán smakkol valami. Aztán... De az a tanár, az férfi volt, vagy nő? Az egy nő volt, egy 26 éves nő, nagyon szép nő. Ő felé éreztél valamit?
Hát igen, ő bele szerelmes voltam totálisan, tehát ezt tényleg ki lehet jelenteni, hogy szerelmes voltam, és ezt mindenki észrevette, a tanárok is. Miből vették észre, hogy szerelmes vagy belé? Féltékeny voltam valamilyen szinten, hogy sose, tehát kerül az iskolába, nem találkozik velem annyit, mert ő is érezte azt, hogy nagyon elkezdtem felé közeledni. És miben nyilvánult meg a közeledésed? Hát mindig ővel akartam lenni, át akartam mindig ölelgetni, stb. Tehát ezek az ilyen testi és úgymond ilyen érzelmi kötődések elkezdtek bennem dolgozni. Jártál egy sráccal, és közben lettél szerelmes a tanárnődbe? Egy időben, tehát mégis hát ilyen egy-két nap eltéréssel, igen. Tehát a srác előbb volt egy pár nappal, de nagyon annyira nem volt meghatározó, hogy most melyik időben, mert így is úgy is beleszerettem volna, tehát teljesen mindegy. És szexuálisan is vonzott ez a tanárnő? Akkor még nem, mert nem volt nővel szexuális kapcsolatom, nem is tudtam, hogy vajon, tehát nem volt fogalmam se róla. Nem azt mondom, hogy nem néztem meg, és nem mondtam erről, hogy szép nő, vagy esetleg formás, bármi, de nem volt ez, hogy most úristen, most akkor én most le akarok vele feküdni, vagy bármit. És nem ijedtél meg ettől az érzéstől, hogy te egy nő felé vonzolsz lánytedre? Hát inkább nem azt, hogy megijedtem, csak elkezdtem gondolkozni azon, hogy mi van, ha akkor, hogyha az vagyok. Tehát akkor elfogadnak-e, vagy mit szólnak hozzá szüleim, mi lesz akkor, hogyha gyereket akarok. Tehát ilyen apróságok, amik azért az életnek a lényege. Tehát ezek azért rosszak. Utána kikerült a fiú az életedből, és mikor lett az első leszbikus kapcsolatod? Hát körülbelül rá egy fél évre. Hát ővele interneten ismerkedtem meg. Ővele volt az első szexuális élményem is. Nem mondom, hogy negatív, tettem, csalódtam. Nem is lehet azt mondani, hogy az ember belemenekül az ilyenekbe, tehát nekem a férfiakkal is jó volt, tettem, arról van szó, nőkkel is nagyon jó, sőt, még jobb is, de az első, az mindig domináns. És a szüleid ezt mikor tudták meg? Amikor ezzel a lányjal jártam először, akkor ő nagyon sokat járt hozzánk, és aztán így, mikor ott aludt egyszer nálunk, akkor apukámnak másnap elmondtam, hogy hát figyelj apa, a barátnőmről szeretnék beszélni, és elmondta nekem, hogy ő tud róla, sejtette is, meg ismer engem, tehát látta, stb. És nem haragszik, semmi baj, csak anya, hogy ne híreszteljem, és anyunak óvatosan mondjam el. Hány éves voltál te akkor, és a barátnőd mennyi idős volt? Egy idősek voltunk, egy két hónap különbséggel, és olyan 18 lettem, vagy 18 voltam akkor, valahogy így. Fiatal, hát szó. Van testvéred? Egy nővérem. És ő tudja? Tudja. Ő szerintem már régóta tudta, tehát. De ő nagyon megértő. Édesanyád hogy fogadta ezt a hírt? Hát ő már nehézkesebben. De igazság szerint nagyon aranyos volt, és ezt soha nem felejtem el tőle, hogy leült mellém az udvarra egy ilyen kis padra, és átkarolt, és belesugta a fülembe, hogy mi van, te kis leszbi. Na most annyit mondott csak rá, hogy semmi baj, feldolgozzuk, melletted állunk, mert szeretünk, és a gyerekünk, vagyis ugyanúgy az marad, és borzasztóan jó volt azt látni, és hallani azt, hogy mellettem állnak, és tényleg nehezen fogadta el, de elfogadta. A mai időben igazából megszaporodott a leszbikus tinédzserek száma. Szerinted ez a divatnak köszönhető, vagy a másság nagyobb elfogadásának? Hát inkább a divat. Sajnálatos módon, mert igazság szerint ez a hátrányunká válik. Nagyon sok olyan tinédzser lány van, és ebben sajnos én is belekerültem egy ilyen társaságba, akik csupán azért csókolóztak, vagy akármi egy másik lánya, hogy ők felvágjanak a srácok előtt, vagy akármi. De ez abszolút egy negatív dolog, mert ezzel nagyon sok ellenséget szereznek a meleg világnak, és így nehezebben fogják elfogadni. Tehát magába a társadalom, és ez hiba.
Nagyon-nagyon sok minden elhangzott ebben a filmben, de mi talán kezdjük az elejéről, hogy ő 16 évesen lett szerelmes a tanárnőjébe. Ez összefügg a tinédzserkori, pubertánskori változásokkal, hogy nem találja ő magát? Hát persze. Tehát mondhatjuk, mert a serdülőkor az mindenféleképpen az egyik legextrémebb korszak egy fejlődésben, amit ez bármelyik szülő meg tudja erősíteni, és ezt otthon is mindenkinek egy áll, igen, mi is átéltük pontosan, tehát ez mindenki a saját emlékeiben, ha visszamegy, akkor ez megjelenik. Ez mindenképpen egy az ént tekintve, a személyiséget tekintve egy nagyon labilis, nagyon érzékeny időszak. Egyrészt kikerül abból a családi burokból, amiben eddig felnőtt, mert szeretné megtapasztalni a körülötte lévő világot. És pontosan ebben van a lázadás korszak, az, hogy a szélsőségeknek a megjelenése, és amiben általában a szülői véleményt ezt teljesen elutasítják. Mert hogy ha a szülő azt mondja fehér, akkor azt mondja fekete. Mert hogy csak ne azt kelljen követni, amit már nem egy kiárt utat szeretne követni, hanem a saját útját szeretné megtapasztalni, és éppen ezért keresi a saját maga határait is. Mert ő mondta azt, hogy párhuzamosan alakult ki, ahol a fiúval járt együtt 2 évig, és igen, közben szerelmes lett ebbe a tanárnőbe, és azt mondta, hogy mindenképpen szerelmes lett volna bele. Igazából ez abból is adódik, hogy ő nem szabott gátat az érzéseinek? Mert mondta, hogy az iskolában megvetették érte, meg csúfolták, és ennek ellenére felvált, ez már egy nagyon tudatos dolog volt. Ez azért érdekes, mert pontosan a serdülőkorban van a nemi szerepeknek a kialakítása, a nemi identitás. Ebben kezdi el a fiú és a lány is, de most a lányokról beszéljünk, mert hogy róluk van szó igazából. Tehát önálló megjelenik az, hogy a nőiségét felfedezi, hogy megtapasztalja, milyen az nőnek lenni, hogyan látják mások. És nála megjelenik az, hogy ott volt ez a tanárnő, ahogy ezt ő is mondta, hogy ő egy gyönyörű szép nő volt, nagyon szép volt, és vonzotta, a közelében szeretett volna lenni. Tehát ő valahogy, hogy megmutatta neki, milyen az a nő. Uh-huh. És ő neki, ez még egy nagyon képlékeny dolog a serdülőkorban. És egy ilyen vonzalom, egy ilyen imádat, ami szinte megjelenik, ezt ő érezhette úgy, hogy ez egy szerelem volt a részéről. Mert olyan, amit ő eddig még soha életében nem tapasztalt. De ezért nyugtassuk meg a hölgy tévénézőket, hogy mi azért nők, mindig megnézzük a nőket. Tehát azok a nők, akik megnéznek egy másik nőt, még nem jelenti azt, hogy leszbikus hajlamaik vannak, ugye? Tehát pontosan. Azért itt azért ez egy összetettebb dolog. Igen, hát ha megnézzük, azért egy nő, az egy csoda. De arról van szó, hogy egy barátnőség, az mindig is egy sokkal közvetlenebb, sokkal érzelmekkel telibb kapcsolat, mint egy férfi barátság. Tehát sokkal jobban megjelenik benne a közvetlenség, az, hogy bármit megbeszélnek egymással, az érzelmeiket nyugodtan kifejezhetik egymás előtt. Nem kell félniük attól, hogy most megítéltetnek. És ugyanúgy belefér ebbe a testi érintés is, ahogy mindig is ez megjelent, hogy a nőknek az érintkezése, egy ölelés, egy igen, simogatás. Ez meg igen, az érzelem kifejezése sokkal nyíltabban megjelenik. És éppen ezért egy barátnőség az egy nagyon szoros, nagyon úgy intim kapcsolat is lehet, hogy ez még nem jelenti azt, hogy valaki leszbikus. Attól függetlenül, hogy akár a barátnőjét csodálatosnak, szépnek találja, De ez még nem jelenti azt, hogy ő neki egy szexuális vonzalmat kell érezni, és ez egy nagyon kulcsfontosságú szempont. És hogy jelenik meg? Igazából, amikor ezt a riportot készítettem, akkor ez sikerült több leszbikus hölgyel is beszélgetnem, és mindegyik beszámolta arról, bár ők akkor sem vállalták volna a riportot, ha csak a kezét mutatjuk. Ők elmondták, hogy mindegyik őknél úgy indult, hogy előtte volt férfivel kapcsolata. Tehát sohasem úgy indult a leszbikusság, hogy csak a nő felé vonzódott, hanem mindig kipróbálta a másik nemet is, és aztán döntött emellett. Olvastam egy ilyen felmérést, nem tudom, hogy mennyire igaz, vagy egy ilyen véleményt, neked erről mi a véleményed, hogy azok, akik biszexuálisak, azokból nagyobb az esélye arra, hogy visszaváltoznak heteroszexuálissá, mint azok, akik leszbikusok lettek. Ez a kortól is függ? Tehát egy tinédzser, mert ugye a végén befejeztvén a riportot úgy szögezte le a hölgy, hogy ő nem tudja, nem tartja elképzelhetőnek, hogy újra férfival, nem tartja kizártnak, de most jelenleg úgy érzi, hogy nem. Hogy ez azért van, mert ő most ilyen fiatal, vagy egy érettebb leszbikus, mert máshogy nyilatkozna erről? Hát ezt így nem lehet kijelenteni, de az, hogy ő most nem tartja elképzelhetőnek, de azért azzal kezdi, hogy lehet,
hogy lesz egyszer férje, lesznek gyerekei, és szeretne is gyereket. Arra akartam kívülni, hogy a tinédzsersége miatt. Igen, itt ez nagyon fontos dolog, hogy Buda Béla írt erről különben, egy egyetemi jegyzetben olvastam róla, hogy a tinédzser korban megjelenik egy ilyen általánosan a fiúknál is, lányoknál is egy vonzalom a saját nem iránt. Amit beszéltünk is, hogy a nemi identitását keresi. Keresi, saját magát szeretné látni a másikban. Ez, hogyha ez egy végig megy ezen a folyamaton, az eseteknek a nagyon nagy többségében, akkor saját magával tisztába kerül, és ez a fajta érdeklődés, ez áttevődik a másik nemre. De hogyha ebben a folyamatban éri egy olyan sérülés, ami az önérzetét, az önbecsülését... Mondjuk egy nagy csalódás. Egy nagy csalódás egy fiúval. Akkor ez igen sokat tud nyomni alatban, hogy ő esetleg átpártol arra, hogy akkor a barátnőtől kapja meg azt, mert tőle megkapja mindazt, amit nem kap meg attól a fiútól. Azt a melegséget, azt az érzelmességet, azt a közvetlenséget és bizalmat, amit nem kapott meg a másikban. Nem játszhat itt közre ebben az egészben, hogy a tinédzsereknél ez így ki tud alakulni, és így ennyire el tudják fogadni a pornográfia? Tehát, hogy a pornofilmekben ugye nagyon nyilvánvalóan, szinte minden esetben látható leszbikus jelenet. Hát igen, de nem, ezt nem merném így kijelenteni. Én sokkal inkább a média szerepét emelném ki ebben az egészben, mert a homoszexualitás igen nagy figyelmet, reflektorfényt kap a média által. Főleg, hogy hírességek felvállalják. Pontosan nem? Erről van szó. Tehát ha a biszexualitásnál megnézik, ott van Madonna, és ott van mondjuk Angelina Jolie, aki nyíltan felvállalják azt, hogy igen, nekik volt a saját nemükből származó emberrel, személlyel kapcsolatuk, felvállalják, és ezt ők be is építették a személyiségükbe, amit így a nyilvánosságnak mutatnak. Az mit jelent ez, hogy miben nyilván meg, hogy beépített a személyiségébe? Az, hogy ezt ők bátran felvállalják, büszkék rá. És elismerik, és azt mondják, hogy igen, jó volt. De ez egy kicsit ilyen pikírtség is benne van. De ha megnézzük, ők nagyon erős személyiségek, és ők azért már régen túléptek ezen a labilis időszakon, és ezt ők úgy fel tudják vállalni, hogy a nőiességük, és az, hogy a férfiakhoz való kapcsolatuk nem is kérdőjeleződik meg. Igen, mert ott is a bárban, ahol voltam, és ezt a forgatást, tehát ahol leforgattuk ezt az anyagot, ott megkérdeztem hölgyeket, heteroszexuális hölgyeket, hogy honnan ismerem meg a leszbikus lányokat. És ők azt mondták, hogy rövid a hajuk, általában fiúsan vannak öltözve, farmer, egyeneszerű farmer, és ilyen férfias ruhákba járnak. Ezek a tinédzserek, de az érettebb hölgyeknél már látható, hogy megtalálják magukban a nőiességet, felvállalják, ugyanúgy igazából nem árad róluk a leszbikusság. Tehát akkor talán a tinédzserekben ez a túlzott elmegyek a másik végletbe. Igen, a szélsőségek. Így van, tehát akkor ez az öltözködésben is megnyilvánul. Persze. Ezek mind a két oldal. Tehát ugyanúgy valaki punk lesz, valaki acélbetétes bakancsban hosszú bőr, kabátba mászkál, valakinek pedig ez lesz a másik, hogy ő most diszkóba, meg ilyen helyeken megéli azt, hogy mondjuk egy intim táncot táncol a barátnőjével, akár még csókolóznak is. És ez a saját határait keresi, és egyrészt teszteli is azt, hogy hogyan reagál erre a környezet, és saját magát is nézi, hogy ez neki micsoda, mert meg akarja tapasztalni. És ebben mondjuk itt, bocsánat, hogy a tatu az, ami még egy jó példa. Hogy ők ezt nyíltan felvállalják, csókolózás a színpadon, ének közben, akkor különféle erotikus táncok, ilyenek. De közben férnél van. Meg... Férnél van, gyereke van, nem is leszbikus. És ezt látja egy serdülő lány, aki még ráadásul korban is nagyon közel állnak egymáshoz, és azt mondja, hogy ő is megcsinálja, és még élvezi is, és nem is leszbikus, és akkor én sem leszek megbélyegezve, mert hogy miért ő is csinálja. Tehát pont ez a mintakövetés, ami megjelenik, hogy ki fogja próbálni. Elhangzott a riportban, és rá is kérdeztem, hogy neki mi a véleménye erről a megszaporodott leszbikusságról, és ő kifejezetten kihangsúlyozta, hogy ő nem ért ezzel egyet, meg szerintem nem mindenki leszbikus, aki annak vallja magát. Hogy mit tehetnek a szülők? Tehát, hogyha ilyet látnak, vagy hogyan lehet ezt megelőzni, hogyha a lányán észreveszi ilyen apróbb jeleket. Ugye, hogy ő is elmondta, hogy az édesapja már rég észrevette rajta, meg nála aludt a barátnője. Igen. Tehát, hogy szerinted a szülők ebben hogyan tudnak részt venni, vagy szerepet vállalni, vagy segíteni, hogy mondjuk ez ne legyen olyan elfogadott, vagy talán a lányok ezen túllépjen, aki is próbálta. Hát ami a riportban is megjelenik, hogy és azt nagyon örült, és látszott rajta, hogy megnyugvással töltötte el, hogy teljes elfogadást kapott a családjától.
De éppen ezért ez egy nagyon ambivalens és nagyon érzékeny pont egy család életében, hogyha ez kiderül. Mert nincsen recept arra, hogy egy szülő hogy tudja megvédeni a gyerekét ettől, mert nem egy kis apró mozzanat fogja ezt eredményezni, hogy most a gyermeke leszbikus lesz, vagy hogy szerelembe esik egy másik nővel, vagy barátnővel. Az odafigyelés az mindenféleképpen nagyon fontos. Meg a megelőzés, nem? Hogy már régen kialakítani még kisebb korban egy mélyebb kapcsolatot az anya-lánya között. Ez általában, igen. Tehát ez a gyerek megóvásánál, tehát ez mindennek a megelőzése lehet az, hogy egy családon belül egy olyan nyílt és őszinte kapcsolatot, amiben még ezt a serdülőkori hirtelen viharos válságot is úgy tudják megélni, hogy igaz, hogy a gyerek szeretné a saját útját járni, de mégsem fordul el teljesen a szülőtől és meghallgatja. És a szülő az nyújt neki egy normatívát arról, hogy hogyan lehet viselkedni, és hogy nem szabad félteni, ne féljen a lány attól, hogy belemenjen egy kapcsolatba egy másik nemű személlyel. Még igen, mostanában a tinédzserek talán attól félnek, hogy nem adnak bele túl sok érzelmet egy kapcsolatban, nehogy nagyobb csalódjanak. Pontosan saját magukat óvják meg ettől. Mert azért egy nagyon sok kockázat és veszély van abban, hogy most egy másik nemű embernek feltárulkozzunk. És sokkal egyszerűbb és sokkal könnyebb megélni az ilyen első tapasztalatukat egy olyan barátnővel, akiben megbízunk, akit már esetleg már régóta ismerünk. És ebbe sokkal könnyebben belemennek, és innentől kezdve végig gondolják, ez érzelmi alapú, ez nagyon fontos. Tehát testiség, ahogy ezt a lány is mondta, nincs benne. Nem az a testi szexualitás jelenik meg, hanem ez egy érzelmi vonzódás. És érzelmi melegséget, meg hitséget kapnak, és ezt átélik, és innentől kezdve ezt ők maguknak nagyon könnyen tudják magyarázni, hogy mennyi mindent megkap ő tőle. És akkor esetleg miért lenne szüksége egy fiúra? Mert ez egy biztonság, ez egy jó kis légkör. De azt nagyon fontos leszögezni, hogy ez nem a személyiség érésének a végső szakasza. Tehát ez nem záródik le itt. Mert igenis fel kell vállalni, és merni kell lépni arra, hogy egy fiúval, egy férfival kialakítsunk egy kapcsolatot. Még akkor is, ha csalódott mondjuk egyszer-kétszer. Igen, mert azért mindenképpen nem hiába beszélünk Ádámról és Éváról, és nem hiába van egy édesanyánk és egy édesapánk, és nem két anyánk és nem két apánk, mert hiába van az, hogy az orvosi és a pszichológiai diagnosztika sem tartja betegségnek homoszexualitást, azért, hanem egy más szerelmi kapcsolatnak tekinti, másságnak. De van, aki azt mondta, hogy igazából itt a gének torzulása, meg ilyesmi, tehát ennek van köze hozzá, vagy ez igaz lehet? Keresik, nagyon-nagyon buzgón keresik. Most pont egy másfél-két hónapja hallottam a Kossuth Rádióban, hogy mondták, hogy megtalálták a leszbikusság génjét, de nem tudom, hogy ez tényleg így van-e. Itt mindig közbelép az állandó vita, ami megjelenik, hogy környezet vagy az öröklés. Nem lehet eldönteni. Én úgy gondolom, és ez egyáltalán nem tudományos, mert tényleg nem foglal állást ebben a pszichológia sem, hogy azért a homoszexuális férfiaknál több szerepet kaphat a genetika. Uh-huh. Én valahogy a lányoknál talán az érzelmi bevonódás az sokkal fontosabb, és sokkal előbb megjelenik, és ezt követi egy szexuális vonzódás. Igazából azt beszéltük még így visszatérve a tünetekre, hogy amikor beszéltünk az elején arról, hogy ha megnéz egy nő egy másik nőt, uh-huh. az még nem jelenti azt, hogy ez leszbikus hajlam. Viszont a megnézés és a megnézés között is különbség van. Uh-huh. Tehát azért észrevehetem magamon azt, hogy nézek meg egy másik nőt. Mert ugyan a riportban ez nem hangzott el előtte, amikor én beszélgettem a hölgyel, akkor már beszélt róla, és ott a többi leszbikus is nekem ott a forgatás helyszínén mesélte, hogy ők akkor vették észre magukon, amikor már kicsikorukban vagy gyerekkorukban, ugye amikor már az iskolában, óvodában azért kialakulnak ezek a szerelmek, hogy akkor is a lányok között érezte jól magát, vagy hogyha egy társaságban inkább a nőket nézte meg úgy, mint ahogy nők megnéznek egy társaságban egy férfit, hogy jaj, de jó képű, hogy néz ki, tralatral, de ott viszont a nő a nőt nézte meg így. Tehát azért ezt magamban már észre lehetne venni, nem? Hogy lehet, hogy nem megfelelő indulattal vagyok egy nő felé, vagy nem megfelelő indulattal mérem végig. Mondjuk ezt azzal a személlyel lenne érdemes végigbeszélni, aki erről beszélt, és hogy ezt ő hogyan látja, mert ez mindenféleképpen önnel ezt végig lehet kellene vezetni, hogy ez hogyan is alakult, mert valahol benne van, hogy az ember fejében az emlékképek azok torzulnak, onnantól kezdve, hogy emlékképekké válnak, és amit mondtam is erről, hogy
hogy ki tudja ragadni, és fel tudja hangsúlyozni ezeket, hogy én már akkor is, hogy csak ezekre emlékszik, és ezeket hangsúlyozza ki, hogy megerősítse magában azt, hogy igen, én tényleg a nőkhöz vonzódom. Uh-huh. És nem jelennek meg azok a lehetőségek, hogy amikor például megnézte azért a fiúkat is. Nem tudom, tehát ez csak uh-huh. ez is lehet. Arra akartam ebből kiukadni, mert már sajnos lejárt a műsoridőnk, hogyha gyerekkorban, tehát uh-huh. tínédzserkor előtt, vagy ilyen fiatalabb korban észreveszi a kislány mondjuk, hogy például nagyon jól érzi magát a lányok társaságában, de olyan szinten is, hogy mindig a lányokat szereti simogatni, vagy vonzódik, hogy egy édesanya, hogyha erre felfigyel, akkor ezt szerinted mennyire tudja kezelni, vagy tud-e erről beszélgetni a gyerekkel? Érdemes-e tínédzserkor előtt erről beszélgetni a kislánya, vagy bemutatni egy másfajta képet arra, hogy a fiúk, meg hogy mi az egészséges, vagy pedig ezt ne erőltessük, mert tínédzserkorban bejön a lázadás, és akkor annál inkább megcsinálja az ellenkezőjét. Hát erőltetni semmit sem szabad. Azt hiszem, hogy egy jó családkép, és egy olyan értékek közvetítése a szülők részéről, ami mondjuk megmutat egy ideális apa, anya, férj-feleség kapcsolatot, az nagyon-nagyon sokat számíthat. De az, hogy konkrétan erre felhívni a figyelmet, és már nagyon kicsi kortól kezdve mondani, hogy na lehet, hogy most látod, ez most így a lányokkal játszod, de játszál a fiúkkal is, ennek úgy nincs értelme. Persze. Mert ezen így végig megy azért a serdülő, és így fontos leszögezni, hogy akárhogy is van, hogy most a média kihangsúlyozza ezt, hogy leszbikusság, homoszexualitás. Azért a serdülőknek a nagyon nagy százaléka ezt éppen is úgy végigvészeli ezt a korszakot, hogy most utána ki is próbálja. Másik nem. Igen, akkor hogy azért továbbra is megmarad, hogy a fiú-lány kapcsolat az még mindig azt hiszem, hogy döntő többségben megjelenik. Van egy könyv, amit mondtál, hogy olvastál. Mi ennek a címe? A barátnőkről szól. Igen, ez Veréna Kásznak a könyve, A jó barátnő, az a címe, hogy miért maradnak meg a női barátságok. Ezt azért tudom ajánlani, mert nagyon jó olvasmány. Nőkkel és pár férfival készített riport alapján állítja össze azt, hogy a barátnőségnek milyen sokféle, sokszínű oldalai lehetnek. És a riportokból rengeteg idézet venne, hogy hogyan élik meg a nők az egymás társaságát és barátságát, és ez a konkrétan az erős egymásra utaltság szimbiózistól kezdve az anya-gyerek kapcsolat a barátnőségen belül, tehát hogy akár még a saját anya képet is megjeleníti a barátnőjében, és kivetíti rá. Tehát nagyon széles skálán bemutatja azt, hogy egy barátnői kapcsolat az mennyi mindent magában rejthet. És talán meg lehet úszni egy leszbikusságot belőle. Hát sajnos lejárt a műsoridőnk. Köszönöm, hogy ma este is velem tartottak. Lehet, hogy remélem, hogy tudtunk segíteni, és érdemes odafigyelni a gyerekekre, érdemes megelőzni a problémát, és nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a másságot csak olyan szinten szabad elfogadni, hogy nem kell elfelejteni, hogy azért a világ az férfiakból és nőkből áll. Köszönöm, hogy velem tartottak, két hét múlva ismét találkozunk, a viszontlátásra.